Sziasztok, Tajta Csaba vagyok. Itt állunk a hegesztő műhelybe. Mellettem láthatjátok a készülő félben lévő palackorú kikötő elemeit. A palackorú lebegő kikötő a fetfalóz hagyományokhoz híven részben hulladékból készül. A fém szerkezetet a folyóból kigyűjtött villepalackok fogják a víz felszínén tartani. Kollégák méretre vágták az egyes acéltermékeket, majd a tervrajzok alapján összehegesztették lehetőség szerint a legjobb minőségű varrattal, amit elő tudnak állítani. Technikai furatokat helyeztek el az egyes elemeken, illetve végső formát adtak minden egyes alkatrésznek. Sok kis petpalack együtt hatalmas felhajtóerőt tud kifejteni. Szép példa erre a Petényi, a tiszai petkupa zászlós hajója. Az újra felhasznált tiszai pillepalackokon lebegő Petényi egyszerre akár 2 tonna hulladékot is képes a fedélzetére venni. Aki konkrétan a nagyját és a nehezét végzik, az 2 fő. Ennek a 2 főnek azért közel 2 hét, mire készre gyártja a szükséges idomokat. Maga a fő szerkezetek azok expandált lemezzel lesznek burkolva, ezáltal ugye egy zárt teret alkot az egész, a közök pedig fölfújt PET palackokkal lesznek kibélelve, ez szolgáltatja a felhajtó erőt. A palackorú lebegő kikötő megbirkózik a folyósodrával, és akkor sem esik kétségbe, ha egy nagyobb úszadékfa ütközik az orrának. Egyszerre több kajak és kenu is mellé tud kötni, az eligazító táblák pedig a környék látnivalóit sorolják fel. A palackorú lebegő kikötők idén nyártól a Tisza partján több ponton várják a vizitúrázókat. Az ilyen típusú projekteken dolgozni mindig jó érzéssel tölti el az ember. Tekintettel arra, hogy itt sem vagyunk messze a Tiszától, én személy szerint pedig konkrétan a Tisza parton élek, és egyik szerelmem a maga a folyó, így az egy plusz löket a munka folyamán, hogy ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy magát ezt az élővilágot és a környezetet megóvjuk.